év alatt? Mi történt veled 10 év alatt? Az intralépés. Az intralépés. 25 év alatt, mert akkor voltam utoljára. Ja. 25 évet lenne. A váltoknál azt felfogsz. Gancvállakban, és mikor voltam 25 éves találkozom, akkor ott hagytam, és elvettem. Postabankot dolgozni. 5 évig nyaradtam. Figyeljetek! Utána leszállítottam. És akkor utána még dolgoztam 5 évet ilyen. Akkor menő cég volt, ilyen Inter Petrol Chemical. Villákat őriztem még 5 évig, meg a Dunaparton horgáztam. És röviden ennyi. Én kitart az állásom, meg legutóbb, amikor találkoztam, aztán fogta magát. Elröpült a fejem fölöl. Én beperöltem őket. Ők fizettek 2 millió forintot. Kvázi megadtak rá 2 év munkaidőt, abból kijött a nyugdíj, az elment a nyugdíj. Itt most dolgozol, mint? Nem dolgozom. Mert amit egy kicsit a sportban tevékenykedek, bíró. Ha hívnak, akkor megyek, igen, versenybíró vagyok az övezőnkben. Most is onnan jöttem, azért volt rajtam az esőruha. Ja, milyen jó jövő. Nagyon jövő. Alá is szoktam elülni. Hát ha esett az eső, igen. Nem csináltam az utóbbi időben, de kétségtelen ez egy vízi sport, abból fölül víz, úgyhogy mindent lehet csinálni. Hát ezzel kapcsolatban nekünk kellett végezni ilyen életmentő dalfolyamot. Mert... vízimentő. Igen, olyat kellett végezni. Már nehezen. És akkor azt mondták egyik kollégámnak, mert kicsit sánta volt a lába, hogy mondták neki, hogy tehát gyerekek, vigyázzatok rá az Ernő bácsit, azért ne tegyétek motorosba, mert hát, ha valami történik, akkor hát hogy fog? Mert gyerekek, ha 60 éves vagyok, azt hiszitek, hogy én utána ugrom, hát egy halál helyett 2 lenne. Ennyi. Ernő bácsiról. Azóta is így vagyunk, de néha szeretnek, néha nem szeretnek. Különben miután melóval vele általában hívnak, úgyhogy el vagy a hétvégén az evezésben. A Kubacsi hív, ősz jársz, oda jársz? Oda is járnak. Onnan jöttem, most az közel volt. Ott olyan szép frufruja van nyírva a fűszfát. Pontosan, az a Csepel. Evezős telep. Igen, hogyha megcsinálják evezős pályán, akkor lesz az Udi fia. Hol is tartottam? Talán annyit, hogy a régi dolgok, hogy dolgoztam, mint dolgoztam, a legutóbbi az 11,5 évet húztam le egy épületlakatosipari cégnél, mint műszaki előkészítő, szakmában, szigorúan. 62 éves koromban elmentem nyugdíjba, de még ráhúztam 3 évet. És most 3 éve már, mint aktív nyugdíjas vagyok. Van egy lányunk, 37 éves, meg egy fiunk, 34. Hát ők sajnos unokánk nincsen, mert a lányunk Svájcban dolgozik, a fiam meg hol itthon, hol Ausztriában, úgyhogy kettecsként érdegélünk, úgymond. Van egy kis horgásztelkünk, és tavasztól őszig ott tevékenykedünk. Fogom a halakat, meg füvet nyírok, sövényt nyírok, tele vagyok sebbel, meg... Ennyi. Mennyiről? 10-15-ről? 10, legalább 10. Hát, hogy mi is történik, de viszont voltam. Hát az biztos, hogy öregednek. Nem mondni. Hát ez alatt az idő alatt született tulajdonképpen négy unokám. Négy unokám, hát biztos tudjátok, hogy mi ére foglalkoztam. Nyugdíjba mentem, de hát igazából én nem tudok ügyni. Én aktív vagyok most is. Miért? Hát marad a kis szép tudod, aztán csináljuk. Csinál. Ezt is kell, meg azt is kell csinálni. Nem ez a lényeg, mindig elgondolkodom, hogy azért...
nyugdíjasok vagyunk, ugye. Kifele is már a úr, ugye. Magyarul. Ez alatt a év alatt, évek alatt azt kell csinálni mindenkinek, amire van még késztetése, meg amit még tud csinálni. Mondom én? Hát én megpróbáltam ezt csinálni. Most mi az a megpróbáltatás? Amíg van az ember, amíg van az embernek egy kis kvalitása, egy kis mozgékonysága, akármi, akkor járjon külföldre. Nézem meg olyan dolgokat, amit még nem látott. Mondom én, ezért elmentem egy pár helyre, hogy megnéztem. Aztán közben azért, mint ahogy mondtam, lövegség, csak meg túl vagyok most két nagyobb betegségem. Nem az a meghatározó egyébként, hogy beteg az ember, hanem az, hogy hogyan érzi magát. Hogy hogyan fogadja el az, ami van. És ami van, amellett kell úgy tevékenykedni, mondom én, úgy tevékenykedni, hogy neked legyen jó, de másnak. Neked. Aképpen csinálja. Aképpen csinálja. Aztán, hogyha valaki még hozzásodról, az egy jó dolog, hogy az úgy alakul. Na, magyarul tehát, tehát még aktívan dolgozik a cég. Én már kezdek azért kivonulni belőle, de a vezető azért csak én vagyok még. Azt azon gondolkodik az ember, hogy hogyan lehet normálisan visszavonulni. Hát lehet, hogy kicsit gondolkodtam egyszerre, ha elgondolkodtam. Engem most ezt foglalkoztat. Hogyan lehet úgy visszavonulni, hogy természetesen azt is beleszámítva, hogy az ember azért meghatározott egészségi faktorra fog rendelkezni. Ebben mindig bízom. Most is bízom, és mindenkinek jó egészséget kívánok, és hogyha egy év múlva akarjátok, akkor találkozunk. Hát ha én nekem is jobb középszetem lesz, mint ahogy most van. Úgyhogy ennyi. De azért csak nem mondhatod, hogy 10 nappal ezelőtt volt a műtéted. Hát azt nem. És ezért van az. Most erre ki kíváncsi? Mondjátok már. Hát erre ki kíváncsi, hogy most a műtéted van, meg be vagyok csöveszve, mennyi hülyeség. Nyugodtan elmondhatod. Ez nekünk. Az igen, kérlek szépen, hogy ha tudod, hogy hol van pozitálom, akkor mondd meg. Az igen, az érdekes. Ki tudja, hol van? Nem is tudja. Portugál. Nem, olasz. Nem, olasz. Lusitánia. Nem, Pozitánia. Pozitánia, azt hiszem, Lusitánia. Jó, hogy nagyon szép. Hát azt értem, most meg azt hiszem. Jó, azt hiszem, Lusitánia. Mindenkinek jó egészséget kívánok. Viszont. Jó, hogy köszönjük, viszont. Ja, még azért állva maradnék, már nem tudok ülni. 7 éve lehetett, azt hiszem Cserkeszőlől találkoztunk. Mert ugye azért a külföld mellett Magyarországra is ellátogattak egy-két ilyen fürdőhelyre, de nem igazán a fürdés miatt látogattak el, hanem egy fúvó zenekari fesztivál volt. És ő Lőrincen, ugye? Nem. Nem Lőrinci? Nem. Segíts ki! Rákos Csabán. Rákos Csabán, bocsánat. Nem mindegy. Ugye szintén szponzorál és segít egy ilyen fúvócenikari fesztivált. Én meg a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége egyik úgynevezett obsítós zenekarát, ugye katonákból adódó régebbi zenekar, kispestiek. Szintén oda invitáltam őket. Eljöttek és egy ilyen zenekari fesztiválon részt vettek. Na, ez egy ilyen kis kitérő. De akkor egyúttal mondtam is azt, hogy az elmúlt 10 évben tulajdonképpen egy ilyen a volt katonai helyőrségekben alakult nyugdíjas szervezetek, mintegy 10 000 fő és mintegy 100 szervezet élén szorgoskodtam, olyat én formában, mint alelnök,
És én ezt ugye az elmúlt másfél évben abba is hagytam persze, mert hogy mondja, egy picit úgy elég volt. Elég volt, főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ugye kedves barátaimmal együtt itt elkezdtük annak idején a középiskolában röplabdát, majd én azt folytattam a Beacba, majd azt követően, mikor főiskolára kerültem, akkor főiskolán, majd amikor kikerültem onnan, akkor tulajdonképpen abban a környezetben, akár Debrecenben, akár Budapesten, a MOM-ba röplabdázgattam és csinálgattam ezeket a dolgokat, és hát ott is azért később, mikor én az akadémiát elvégeztem 82-ben, akkor 82 után mintegy 12 éven keresztül még egy MB2-es röplabda csapatvezetője, szakosztályvezetője is voltam. És hát azért úgy gondoltam, hogy ezek a társadalmi funkciók, amik ugye pénzzel nem, de azért munkával jártak, hogy elegendő, és miután a kedves nejem is nyugdíjba jött, mostanában már, hogy úgymond kettesbe töltjük, illetve hármasba leginkább, mert a lányunknak van egy kis kutyusa, egy bolognéze, aki ugye azért délelőtt napközibe, meg délután napközibe megkapjuk. Hát, ilyen az élet. Meg a nászút alatt is megkapják. Meg ilyenek alatt is, a nászút alatt is megkapjuk, pedig hát közben, ugye mit tudom én, Balatonkeresi lehetőségem lett volna egy hét eltöltésére, kaptam egy ilyen egyhetes. Nem ijedtünk oda a kutyát, ezért le kellett mondani az üdülést. Van ilyen. Na most a gyerekekről annyit, hogy az András nevű gyerkőcömnek azóta, hogy találkoztunk, ugye két gyermeke született, túlélte a harmadik afganisztáni kirándulását is, a 3,5 éves kirándulásról lenne akkor szó, és akkor a Zita, a nagyobbik gyermek, az 7 éves, most kerül iskolába, a kisebbik, az Ádám, ő most kerül óvodába, 3 évesen a bölcsődéből, és a lányomnak pedig most volt május 20-án az esküvője, remélhetőleg onnan is majd jönnek az unokák. Egyelőre ugye ez a kettő van. Hát, hogy mondjam, ami bennünket időnként néha aggaszt, és ugye külföldi kirándulásra ösztönöz bennünket, de ez inkább szülői látogatásnak is nevezném. Gudinak a édesapja, édesanyja 91, illetve 90 évesek. A maguk öregkori problémáival küzdenek, és hát 4-5 évente azért meg kell látogatnunk őket. Ez jelent időbeni, pénzbeni, stb. Mindenféle fajta kiadást. Egyelőre még szülei, igen. Igen, Berlin Mellestrausbergben élnek, nejem ugye onnan származik a volt NDK-ból, úgyhogy hát ez valami érzi. Az én szüleim már nem élnek sajnos, úgyhogy ide koncentrálunk egy picit ebben a tekintetben, illetve hát a gyerekekre és az unokákra, hiszen most jön már az óvodai szület, és akkor ilyenkor azért elvállaljuk, hogy úgymond mind a kettőt. Nem foglalkozni a kiskutyával? Hát akkor nem, akkor nem. Olyan szépen el lesz velük nyolcsuk. Az év ki van táblázva. Úgyhogy ez most egy, tehát azt a munkát abba hagyva egy kicsit szabadabbá tettem magam, de azért megtalálom otthon is, hogy úgymond a helyemet. És hát mondhatjuk azt, hogy korunkhoz képest a egészségben még úgy megvagyunk, különösebb problémánk nincsen, vagy legalábbis nem tudunk róla. Köszönöm szépen, ennyi. Elnézést. Az elmúlt 10 év alatt dolgoztam a McDonald's-nál 10 évet, ami azt mondhatná az ember, hogy jó is volt, szép is volt, de elmúlt. Most jelen pillanatban ilyen tanácsadó vagyok, meg szoktam körülnézelődni, hogy melyik cégnél hogy működnek, mit csinálnak,
és hát ezeket ellenőrizgeti az ember.